Üdvözlet, Kaveri vagyok, és most a Thief Deadly Shadows szeretném nektek bemutatni az elfeledett játékok sorozat következő részében, ami remélem nem egy, hanem jó sok epizódot meg fog érni. Tudjuk, hogy hova rakjuk ezt a Thief Deadly Shadows-t, azt tudnunk kell, hogy ez egy harmadik része egy sorozatnak, a Thief játéknak, aminek az első része The Dark Project néven futott, 98-ban adták egyébként ki, elég nagy sikerrel, ugyanis ez a játék teremtette meg a belső nézetes lopakodós játékok, tehát nem first person shooter, hanem first person snaker, hát nem is tudom, stílusát, ami azért annyira népszerű nem lett, legalábbis így belső nézetben, legalábbis én annyira sok ilyen játékkal nem találkoztam, de mindenképpen érdemes róla szót ejteni. Ugye a Thief-nek az első, illetve a második része is, ahogyan a harmadik része is, egy azon stílus körül zajlik, nem sok mindent változtattak rajta a grafikán, a hibajavításon és az új missziókon, illetve új tárgyakon kívül, ugyanis egy bevált receptet kellett csak továbbfejleszteni. Ennek ellenére az a cég, aki fejlesztette, az csődbe ment, aztán végül átvette egy másik, az Iron Storm, az is csődbe ment. Most csak annyit, hogy például Deus Ex játékokat ugyanezek a cégek fejlesztették, illetve ugyanezek a fejlesztők, akik ebbe a cégbe voltak. Tehát biztosan mondhatjuk, hogy ezek a játékok, amikhez ezek a fejlesztők nyúltak, ezek mind jó játékok voltak, és a mai napig is abszolút megállják a helyüket. Újra játszhatóak, ha esetleg valaki látja Steamen itt-ott, jó pénzért, egy hamburger árájén, azt gondolom mindenképpen megéri. És esetleg kicsivel több még akkor is. Na mindegy, igazából a játékról, aki egyáltalán nem ismerne, ez arról szól, hogy egy Geret nevű űrgét alakítunk, aki egy mester tolvaj, aki erős fizikummal ugyan nem rendelkezik, tehát ilyen hatalmas nagy közelharcokban nem fogunk bonyolódni, viszont elég jól ugrik, elég jól mászik, és hát hogy is mondjam, tele van mindenféle jó cuccal. Ahogy a világ is, amiben élünk, illetve amiben mozgunk, amiben tevékenykedünk, korán sem egy középkori, bár első ránézése annak tűnik világ, hanem kicsit így a futurisztikus jövő és a középkor keveredése, ami sokaknak ismerős lehet, akár mondjuk már valaha életében látott Warcraft szériát. Itt is vannak mindenféle tárgyak, de azért alapvetően mondjuk ilyen helikopterágyúval nem fogunk mászkerálni, hanem egészen egyszerűen nyilakkal, de ott is különbözőféle felszerelésekkel, tehát nem csak az, hogy van egy nyílunk, egy késünk, és akkor ugrabugrálunk, mert azért ez így önmagában, hát valljuk be őszintén, még egy 3 éves gyereknek is elég sovány lenne, hanem ezt a furcsa kettősséget próbálták meg ötvözni, és én szerintem zseniálisan. Itt vannak zárak, rendes kulcsok, ruhákról tehát ha tudom én, van egy ember, aki lóg egy kulcs, mászkál, mellé érünk, le tudjuk róla csorni, hozzá tudunk lapulni a falhoz, zárakat tudunk feltörni, ilyen kis tolvajkulccsal, tehát az egész nagyon jól meg van csinálva, nagyon jól ki van találva. A játék maga egy nagyon híres motorral, ugye az Unreal Engine 2-es verziójával lett megépítve, amit azért látunk, hogy még azért még most is, a mai nap is elmondhatjuk, hogy azért elég szépnek mondható. Hozzáteszem, hogy lehet ezt a játékot akár HD-ben is játszani, és itt megint hozzáteszem, hogy bár nekem a hardware-em bírná, és van hozzá óriás tévém is, de egyszerűen állandóan kifagyott a játék, beakadt, úgyhogy kénytelen voltam 1024-es beszűkített nézetben játszani, ugyanis egyébként a játék mindig kifagyott. Itt most láthatjátok például egyébként, most egy kicsit visszaugorva, hogy például a lámpákat el tudjuk oltani tüzes nyíllal, illetve ez most egy tutoriál rész, amit egyébként pont láttok, van olyan, hogy ha mondjuk egy őr útba van, és nem szeretnénk feltétlenül mondjuk neki rontani, amit nem is ajánlunk, akkor van ilyen zajt okozó nyilvesszünk. Most remélem nem eltaláltam egyébként, nem. Ilyen zajt és fényt okozó nyilvesszünk, és egészen egyszerűen, amíg ő azzal foglalkozik, mi be tudunk menni az adott helyiségbe, és ott meg elvégezhetjük a dolgunkat.
Nagyon nagy újítás az első két részhez képest, és azért is nem az első két részt mutattam be, mert azt hiszem, hogy a harmadik széria, amit most is látok, és amit nyilván be is mutatok, érte el azt a szintet, amit érdemes így, vagy érdemesnek tartottam így videóban is megörökíteni. Egyébként ezt a játékot Xbox-ra is kiadták, és pont ezért nem kapta a Thief 3 nevet, hogy az Xbox-osok ne legyenek tudathasadásos keveredésbe, hogy lehet a harmadik rész, mikor nekik csak egy van. Hát igen, mert akkor ugye még közel távol nem volt Xbox sem, meg nagyon konzolok sem, még az első résznél. Már hogyha mondjuk a Super Nintendo-t nem konzolnak tekintjük, most egy kicsit bekavarodtam, de azt hiszem igen, tehát végülis tekinthetjük konzolnak a Super Nintendo-t is. Na igen, szóval. A pár dolgot, hogy milyen cuccok vannak, tehát hogy milyen fegyvereket lehet például fölvenni. Ilyenek vannak például, hogy Blackjack, ez egy ilyen nagyon nehéz ólom buzogány tulajdonképpen, amivel le tudjuk hátulról ütni az ellenfelet, szemből ne nagyon próbálkozunk, mert nem sokat ér. Van tőrünk, ami körülbelül ugyanezt ér, van sima nyilunk, van tüzes nyilveszőnk, ez is zseniálisan hatásos, van vizes nyilvessző, amit már mutattam, altatógázzal preparált nyilvessző, tehát rálövünk az emberre, és 2-3 méteres körzetbe vagy padlóra, tök mindegy, minden élő egyszerűen elalszik, és fölsébred aztán, tehát nem kell attól tartani, hogy esetleg később meglep minket. Akkor van ilyen moha, ami ha jól emlékszem, a földre rálövöd, és akkor esetleg ilyen köves területeken sem kopog a cipőd. Akkor van ugye zajkeltő nyilvessző, amit már mutattam, mi van még, villanógránát, ami tök jó, egy gombbal fogod, eldobsz, és mint valamilyen, nem tudom, illúzionist egy pillanat alatt eltűnhetsz. Van ilyen gázbomba, akna, hát rengeteg minden, igazából tényleg rengeteg minden. Van ilyen olaj, amit hogyha kinyomsz, akkor akik üldöznek, azok elcsúsznak, tehát az egész igazából szerintem tényleg zseniálisan lett megcsinálva, és zseniálisan lett kitalálva. Ami még elég nagy újítás az előző két részhez képest, az az, hogy szabadon mászkálhatunk a városban, mondjuk ez így erős túlzás, de körülbelül ezt úgy kell elképzelni, hogy két misszió között A pontból B pontba gyalog is mehetünk, ami ugye miért jó? Túl azon, hogy lehet zsebtolvajkodni, ami első pár percig igazából tényleg élvezetes, de vannak boltok, ahol megvásárolhatjuk magunknak a különféle cuccokat. Ugye úgy kell bevásárolnunk nyilván, itt erről a pénzről szól. Így, ha esetleg kifogynánk a pénzből, akkor mászkálhatunk az utcán, és szerezhetünk magunknak pénzt. Ami nyilván nem feltétlen, tehát hogy mondjam, nem ajánlom ezt senkinek, tehát aki esetleg alacsonyabb korú és nem fogja föl, hogy ez egy számítógépes játék, és ugye itt nincsen ugyan következménye, de az életben van, hogyha az ember ugyanezt csinálja, de hát ugye ez egy Thief alapvetően, tehát egy tolvajjáték, ezért ez nyilván bele kell kalkulálni, hogy ez az illetőnek nem túl sok erkölcsi problémája van ezzel. Ugyanúgy például azzal sem, hogy esetleg itt kinyíre valakit, vagy csak simán leüti, ez ránk van bízva. Ami itt még érdemes talán elmondani a játékkal kapcsolatban, az az, hogy itt is nagyon erős hangsúlyt kapott a történet, hangsúlyt kapott a sztori, ami lehet, hogy ciki, vagy ilyesmi, igazából engem abszolút nem fogott meg. Nem is érdekelt. Tehát úgy voltam vele, hogy fogtam, a könyveket nyitogattam, jó, oké, belenéztem, hát ha van valami fontos információ, de nem igazán fogott meg egyáltalán. Pláne, hogy itt ilyen zombis feelinget is belevettek, ez meg szerintem már nagyon erőltetett. Tehát nekem ez már abszolút nem jött be, hogy azt elfogadom, hogy van lift, és hogy lehet közlekedni, de amikor már tényleg pont elkezdenéd élvezni azt, hogy nagyon profin csinálsz mindent, és már egyből egy másodperc alatt a világítást lefegyverzed,
már ott vagy, már lecsórod, már szinte senkit le se kell ütni, és minden csinálsz, akkor ja is, ha hozzáteszem a zárakat is egyből feltöröd, mert ez egyébként ez egy elég jó rész benne, amikor zárakat lehet benne törni, és egy idő után tényleg megtanulsz zárakat törni, valahogy ösztönösen ráérzel, és sokkal gyorsabban megy. Egyébként van egy technikája, hogy így elkezded, bocs, hogy közben így ugrálok, de hogy így elkezded forgatni ezt a kis cseles kulcsot, és amikor a bal kéz megakad, akkor kell várni, és akkor a helyére ugrik, tehát elkezded forgatni, bal kéz megakad, és pof, ki is nyitottad. Na tehát, hogy visszatérve, hogy ne ugráljak feltétlenül, és mindenki tudja követni nagyjából, hogy mit mondok. Szóval, hogy ez a rész, nem pont ez, amit látok, hanem ez a zombis történet, én szerintem már nagyon nem kellett bele, nekem egyáltalán nem tetszett. Én ott is hagytam abba egyébként a játékot, amikor ez bejött. Egyszerűen szerintem nem ebbe a játékba való. Ráadásul jó, nyilván maga a történet az 1-2-ben voltak hasonló momentumok, de valahogy mégis nem ezt gondolná az ember ettől a játéktól. Minden esetre ettől függetlenül jó játéknak tartom. Vannak hibái. Hát például a mérhetetlen nagy hibája, hogy nálam 1024-es felbontás fölött abszolút megbízhatatlanul működött. Nem a hardware-rel van a probléma, mert a Battlefield 3-at is gond nélkül el tudom futtatni. Hanem egyszerűen ez valamilyen... Hát nyilván ez egy régi játék, tehát azért ettől nagyjából ezt lehet várni. Én úgy gondolom, mindent elmondtam erről a játékról, nem is nagyon húznám tovább. Aki szeretné, még egy pici gameplayt hagyok, egy-két percet. Próbáljátok ki, én azt mondom. Van benne még ma is annyi potenciál, hogy érdemes legyen letölteni, vagy megvásárolni, ha nagyon olcsó, mint majdnem minden régi játékot. Ha nem próbáltátok, én szerintem egy próbát megér abszolút felvenni a versenyt modern játékokkal is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és remélem, hogy legközelebb is velem tartotok. Ciao. Thank you.